Köszöntöm Stopp Imrét, a KRC operatív vezetőjét, tehát röplabda lesz a téma, leginkább férfi röplabda. Új csapat, új edzővel megindult a bajnokság. Szerbusz, üdvözlöm a nézőket, megindult a bajnokság. Deák Márk lett az edző, aki másod edző volt Nagy Józsi mellett. Helyes. Igen. Tavaly ugye bizonyított, hogy a fiatalabbaknál van mit keresnie, akkurátusan végzi az edzői akkreditációkat. Bizalmat szavaztunk neki a felnőtt csapatnál. Az, hogy új edző, azért ne térünk ki a kérdés elől sem, hogy ez a csapat teljesen más csapat, légiós nélkül magyarokra, és főleg keskeméti fiatalokra próbáltok építeni. Próbáltunk egy koncepciót fölállítani, amiben első körben a fiatalok jelentős szerepeltetése volt az elsődleges célunk. Ebben a koncepcióban úgy gondoltuk, nem férnek el légiósok, nem játéktudással, nem azért, mert nem kellenének, hanem amikor egy légióst vásárol egy klub, idézőjelesen mondom, akkor nyilvánvalóan játszatni szeretné. Ha egy poszton idegen légióst játszhatunk, ott magyar nem fog mögé beférni. Fiatalok, lelkesek, tapasztalatszerzés, de fiatalok és kecskemétiek. Nem szoktam a légiósok szószólója lenni, de mindenképpen az azért megállja a helyét, hogy ha egy légiós van a csapatban, attól rengeteget lehet tanulni. Így van. Én azt gondolom, hogy légiósok szerepeltetésének van borzasztó sok pozitív hozadéka, és van olyan, ami viszont nem a feltörekvő fiatal tehetségeket segíti. Mi most azt választottuk, hogy a fiatalok kapjanak játék lehetőséget, bizonyítási lehetőséget, és hogy ez a szezon talán arról szól, hogy egyénileg tudják ők megmutatni, hogy mit tudnak erről a röplabdáról, többen ugye felnőtt válogatottak. Próbáljuk belőlük kihozni ezt a lehetőséget. Az első körben rögtön kaptunk egy nagy pofont a Dáktól. Nagyon. Én azt gondolom, játszottunk a Dággal edzőmérkőzést, borzasztóan nem ez volt a képe a mérkőzésnek. Szerintem itt ilyen kezdeti, még egy picit gyámoltalanul futottunk neki ennek a bajnokságnak. Lesz ez másképp, azt gondolom. Annyira meglepő volt és sokkal a vereség, hogy a mérkőzés után a Dági edzővel készítettem riportot, és hát ő is meglepet volt. Szerintem mindenki. Tehát, hogy nem tudnék se A vagy se a B oldalról olyat mondani, aki azt gondolta volna, hogy ez vagy ilyen arányúan lesz ez a mérkőzés. Elfelejtettük, tovább léptünk, szeretnénk rá minden kevesebbet emlékezni. Nem jött jókor. Nem jött jókor a pofon? Nem. Jókor jön, mindig jöhet jókor egy pofon, és nem volt egy ilyen félreérthető nagy képűség, vagy a Dággal mi mit játszottunk. Egy picit tele volt a gatyó, én azt gondolom. Na de hát ebben az évben az lesz a cél, hogy az a bizonyos szárus lekerüljön a fiúkról. Igen. Van erre remény? Hú, borzasztó sok. Én azt gondolom, hogy ők bizonyítottak korosztályos válogatottakban nagyon sokan, a felnőtt válogatottban epizód szerepet jutottak nekik a tavalyi szezonba. Most igenis azt kell megtanulniuk, hogy egy kiki mérkőzésen vagy szituációban nem nézni fogja, hogy mi történik, hanem neki kell megcsinálni. Mindig hiányoltuk edzővel karöltve, vagy nincs vezére a csapatnak, sem az öltözőben, sem a pályán. Azért az előző mondjuk 3 év visszatekintésében ezt cáfolnám, tehát azért egy alpár, azért ő egész erős csapatkapitánya volt és egyénisége. Ezt a kettőt az a baj, hogy úgy kötik össze, hogy a legpont erősebb tehát hogy én azt gondolom, volt vezéregyénisége a csapatunknak. A tavalyi szezonban talán nem, arra azt mondhatnám, hogy ott így próbált mindenki csapatként működni. Most fiatalok közül pedig nehéz ilyet választani, vagy azt mondani, hogy ő lesz a vezéregyénisége. Nem biztos, hogy mi ebben leszünk a legerősebbek, hogy nálunk van egy nagy, hatalmas nagy vezér, aki gyártja a pontokat, de azért a legutolsó mérkőzésünkön azért egy nagyon szép számú pontot sikerült 3 fiatalnak is ütni, ami mindenféleképp bizakodásra ad okot. Márkkal is beszélgettem, és ő is mondta, hogy ebben a szezonban igazából talán nincs akkora teher rajtuk, mert nincs célkitűzés eredményben, számban, pontszámban. Igaz, valós? Teljesen valós. Én azt gondolom, ez egy nagyon idézőjeles tanulóév lesz. Tehát tényleg ezek az átlag életkorunk 19,3 év. Tehát a legfiatalabb csapata vagyunk ennek a mostani első osztálynak, vagy kibővített extraligának. Meg kell tanulniuk a srácoknak azt, hogy
hogy most van felelősségük, olyan jellegű, hogy neki kell megoldani, vagy neki is meg kell oldani, és nem csak arra támaszkodni, hogy itt van légiós, vagy idősebb, vagy rutinosabb játékos. Én azt gondolom, ez mindenféleképp ezen fiatal játékosoknak az előnyére fog válni, ezzel biztosan szolgáljuk az utánpótlás röplabda válogatott játékosait, és tanulniuk kell azt is, hogy esetleg egy kellemetlen pofon után 3-4 nap múlva ismét pályára kell lépni, mert egy egész feszített menetrend szerint fog menni ez az idei bajnokság. Ez cél, ezt kell megtanulniuk. Most van 3 mérkőzés, abból 2 nagyon-nagyon keménynek tűnik. Igen. Sőt, talán 3. Én azt gondolom, hogy jelen bajnokság idei képét tekintve azt gondolom, 2 csapat nagyon ki fog lógni előre a mezőnyből. Sokan 3-at mondanak. Én 2 mernék mondani, a 3 az majd úgy megnézzük, de 2 biztosan elképzelhető, hogy 3, meg még egyébként az is elképzelhető, hogy 4. És akkor ezért a 3.-6. helyért lesz szerintem megint egy szép kis kompánia, aki ott majd megpróbálja ezt eldönteni, és lesz egy ilyen végefele bajnokságnak rész, ahol meg azok a csapatok fognak szerintem egymással. Megint egy más bajnokság, mint a tavalyi, meg a tavaly előtti, tehát megint újra tanulunk valamit. Ez a bővítés szerinted jót tett a honi röplabdának, vagy inkább visszalépés? Én ezt nem tudnám megmondani. Azt tudom, hogy feszítettebb a tempó, több mérkőzés van. Mikor fognak odaérni a játékosok, hogy esetleg fáradtság miatt nem azt fogják tudni teljesíteni, hogy fog ez összeilleszkedni egy kupasorozattal, aki nemzetköziben játszik még egy nemzetközi sorozattal. Feszítettebb az biztos. Én azt gondolom és kívánom minden csapatnak, hogy ne a sérülések határozzák meg a bajnokság hátra levő részét, vagy a vége fele. Több mérkőzés van, igen. Végül nem kerülhetem meg semmiképpen. Fúzió KRC röpkével, röpke KRC-vel, hogy is mondjam. Igen. Ezzel a döntéssel, vagy ezzel a megállapodással gyakorlatilag a kecskeméti sportiskolából felnövekvő utánpótláskor végét elérő játékosoknak most már férfi és női vonalon tudunk olyan alternatív lehetőséget nyújtani, hogy hogyan tudják ezt a sportot továbbűzni. Nem volt ebbe semmi olyan, hogy ne lett volna létjogosultsága bárkinek ezen a piacon. Most így egy klubként megyünk volt elő. Már ilyen? Volt. Akkor lehet abból tanulni? Mi azt gondolom, nekünk majd ebből kell tanulni, vagy ezt a részét kell megnézni, hogy lehet-e ugyanúgy menedzselni férfi és női vonalat, de azt gondolom, az mindenféleképp egy jó dolog, hogy adott helyről érkező férfi-női vonal adott helyre tud beilleszkedni. Térjünk vissza később, hogy ezt hogyan nem észtjük így meg. Köszönöm, bizalommal tekintünk. Köszönjük a jövő szépen. Felé, ez ügyben is, meg a csapat szereplését illetően is. Nagyon szépen köszönjük. Köszönöm a meghívást.